Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Jász Szent László, és szeretném megköszönni a település, a képviselőtestület és a magam nevében, hogy ennek a szép hagyománynak, ennek a szép kis ünnepségnek a megtartására Jász Szent Lászlót jelölték. És tisztelettel köszönöm, hogy most már ebben az évben nem először Jász Szent László is van a kitüntetettek között. A pedagógusok a kistelepülésekért díjat Lezsák Sándor elnök úr alapította 2017-ben, azzal a céllal, hogy elismerésre kerüljenek választókerületében a pedagógusok iskolateremtő és iskola megőrző tevékenysége, illetve a kistelepülések szolgálatában végzett pedagógusi munka. Nem egyszerű a feladat olyan pedagógusokat jelölni, akik jóval többen vannak, mint amennyi díj adatott, akik lébezve gondolatát erősen képviselik, amit mi Dobos Krisztinával annak idején hányszor elmondtunk. Az iskola akkor van jó helyen, hogyha a gyerek gyalog is el tud menni az iskolába. Valójában ez az alapgondolat, a lényege az iskola megtartásának szerte az országban, és a hosszabb ideje fiatalok, akik itt ülnek, akkor velem együtt emlékeznek arra, hogy volt időszak, amikor ez a gondolat nem volt kormányprogramban, és bizony jóval több energiát kellett arra fordítani, hogy megmaradjon az iskola ott helyben. Körzetesítések és különféle költségvetési számítások alapján döntöttek, és bizony sorvadtak települések. Egy új időszak, új korszak kezdődött, nem csak a Magyar Falu program keretében, hanem tapasztalhatjuk más területen is, és ennek alapelve az, hogy be kell lakni az országot, mert ha nem lakjuk be, akkor belakják mások. Ehhez pedig az kell, hogy legyen megtartó templom, iskola, és ez a kettő, ez elválaszthatatlan. És mind a kettő rendeltetése szerint dolgozzon, legyen jó pap vagy lelkipásztor, és legyen jó pedagógus. Kiválasztani a jók közül a legjobbakat nagyon nehéz. Itt a Duna-Tisza közén, ebben a kisebb térségben nagyon sok pedagógus lenne méltó arra, hogy munkájukat, munkásságukat elismerjük a Dobos Krisztina nevével fémjelzett díjjal. Ennek a díjnak úgy érzékelem levelekből, szóbeszédből, hogy rangja van itt a megyében, és szívből gratulálok azoknak, akiket a döntő csapat végül is kiemelt és kiválasztott. A jövő esztendőben is lesz Dobos Krisztina díj, és nagyon köszönöm kedves mindnyájuknak, hogy ebben segítenek. Isten éltesse pedagógusokat! Nekem jutott az a szép feladat, hogy Kovács Károly nyugalmazott címzetes igazgatórat laudáljam. Volt szerencsém, ha megengedik a megszólítást így, Karcsi bácsit személyesen is ismerni. A Jász Szent Lászlói iskolai rendezvényeken több ízben tudtunk mind szakmáról, mind magánéleti történésekről beszélgetni. Végtelenül sajnálom, hogy igazgató úr nem ül közöttünk, és csak fentről örülhet a kitüntetésnek. Kovács Károly a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia, földrajz, mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán szerzett tanári oklevelet 1966-ban. Főiskolai tanulmányait jeles államvizsgával zárta, melyhez csodálatosan. Isten áldja Karcsi bácsit! Nagyon sok szeretettel gratulálunk, és nagyon, nagyon jó egészséget kívánunk, őrizzük Karcsi bácsi emléket. Köszönöm. Szeretettel gratulálunk.
Hát egy jó emlékezetem van őznek, és már nem semmi találkoztunk. Mert nagyon tiszteltem. Nagyon tiszteltem, és nagyon köszönöm, hogy... Óriási megtiszteltetés számomra, hogy egykori kollégát, és remélem kijelentetem, barátot laudálhatok. Áfúrus Jánosné 1982-ben érettségizett, rövid ideje a közigazgatás területén dolgozott szülőfalujában, Forráskúton. A Forráskúti Általános Iskola igazgatójának megkeresésére 1983. márciusától a kisegítő iskolában képesítés nélküli nevelőként enyhefogban értelmi fogyatékos tanulókat oktatott 1-8 évfolyamos összevonásban. Így került a pedagógus pályára, és ekkor erősödött meg benne az elhatározás, hogy a pedagógus pályán marad. Kívánunk neked a további életedhez nagyon jó egészséget, kitartást és szerencsét. Kívánjuk, hogy tudd megvalósítani mindazt, amit a jövőre terveztél. Ehhez adjon neked nagyon sok erőt szerető családod és a jövőben születendő unokáid. Szeretettel gratulálok! Nagyon szépen köszönöm.